Egy olyan sok nemzetiséget magába foglaló településen, mint Bátaszéken, a tájház alkalmas arra a szerepre, hogy összegyűjtse és a kíváncsiak elé tárja azokat a hagyományos értékeket, melyeket a népcsoportok kultúrája hordoz. A nyári programsorozatban a megújult közösségi térben mindhárom népcsoport bemutatkozhatott. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a tájház van és létezhet, hiszen itt a tárgyi emlékeinknek egy olyan otthont és egy olyan helyet ad, ahol hát ugye a pandémiát megelőzőleg, illetve hát bízunk benne, hogy mostantól bárki látogathatja és bárki megnézheti, aki Bátaszékre érkezik. Ez egy ugye egy nagyon hosszú időszakot ölel föl a bátaszéki németség története, hiszen tudjuk, hogy 1718-ban érkeztek az első telepesek Bátaszékre, és hát aztán talán az az időszak, amire a legbüszkébbek vagyunk, az csak 1945-ig terjedhetett, ugye a második világháború okán. A tájház talán ott valahol a századfordulójátból egy kis pillanatképet őriz meg számunkra a németség életében, hiszen látjuk, itt állunk most a tiszta szobában, az első szobában, ahova talán annyi személyeset mondhatok, hogy gyerekként nem igen volt szabad egy-egy ilyen szobába bejárjunk. Az élet az mindig hátrébb volt és hátrébb zajlott. Túl sok élet ilyen formán nincs is most egy ilyen házban, nem is lehet egy múzeumban, hiszen hiányzik a hátsó udvarból, a gazdasági udvarból az állatoknak a nesze és zaja. És én azt gondolom, hogy mégiscsak jó dolog, hogy egy picit visszarepülhetünk az időbe, és őrizhetjük ezeket az emlékeinket. A ház egy komoly felújításon, nyugodtan állíthatjuk, életmentő műtéten esett át, és most már teljes pompájában szolgálja ismét a hagyományőrzés ügyét. Mióta ez a tájház megvan, azóta mindenféle felújításra volt szükség, hát most éppen egy olyanra, amilyenre. Egyik képviselőtársam mondta, hogy óriási pénzeket kellett már ebbe belefektetni. Én azt gondolom, hogy valóban így van, de mégis azt kell mondani, hogy egy ilyen város, mint Bátaszék, ahol több népcsoport él együtt, és azoknak a bemutatkozására valamilyen lehetőséget biztosítani kell, jelenleg is, meg hát a múltban is kellett, ahhoz feltétlen szükséges egy ilyen tér, hogy egyáltalán, ha ide jön egy idegen, és valami keveset meg akar tudni Bátaszékről, akkor ha ide bejön, akkor azért már sokkal többet tud, mint mielőtt bejött volna. A származásom kapcsán is a felvidékiekről szeretnék majd egy pár szót mondani. Egy kicsit a műfajja zavarba vagyok, mert valószínű, hogy én ilyen népművészeti specialitásokról nem fogok tudni szólni, tekintettel arra, hogy az igencsak messze áll tőlem. Én inkább a történeti vonatkozásokról, tehát azokról, hogy most éppen 75 éve, hogy a felvidékiek kitelepítették a korábbi lakhelyükről, szülőhelyükről, és hogy itt ez Bátaszéket hogyan érintette, honnan kerültek a felvidék, mely helyeiről kerültek ide Bátaszékre, milyen emberek voltak, milyen foglalkozásúak, mennyire volt véletlen, hogy itt most összekerültek nagyon sok településről olyan emberek, akik egyébként a felvidéken jó messze laktak egymástól, tehát soha nem is találkozhattak, így mégis együtt kellett élniük. Na hát ezekről fogok egy pár szót majd mondani. Szüleimet a felvidékről telepítették itt, nem ugyanarról a településről, tehát az édesapámnak a családját Nagycsallóból telepítették, az édesanyámét pedig Garamlök nevezetű kisfaluból, ide nem kerültek egyébként úgy telepítéssel ez utóbbi faluból, tehát Garamlökről nem kerültek, de hát a házassága révén édesanyám ugye ide került, és azóta én már találkoztam több olyannal is, aki hasonló módon került ide Bátaszékre, tehát nem kitelepítettként eredetileg, egy másik településre telepítették, és hát ide férhez ment, vagy ide nősült, tehát ilyen módon került végül is Bátaszékre. Illésné Erős Ágnes bukovinai származású. A bátaszéki székelyek baráti körének tagja, aki azt meséli, ő akkor is ide járt már naponta, amikor még romjaiban állt az épület. A hagyomány ápolásába szinte beleszülettem, meséli.
és mentem a munkába reggel, előbb ide jöttem társadalmi munkába, és úgy mentem az óvodába dolgozni. Tehát itt voltam a kezdetektől. Hát Ibolj néni ajánlotta fel azt a szobát annak idején a városnak. És mikor be kellett rendezni, akkor szintén jöttem vele, és akkor magyarázta el, hogy mi az a hosszú párna, mi a magyaros párna, mi a németes párna, és akkor így lassacskán így megmérgezett ezzel a dologgal. Úgyhogy most már elég sok mindent tudok így a szobáról. Most, hogy fel lett újítva az épület, szintén szóltak a lányok, hogy jó volna, ha segítenék visszapakolni, mert ugyan csináltak fényképeket, de nem olyan egyszerű összerakni. És akkor jöttem nagyon szívesen, és akkor én is tudtam segítkezni, visszapakolni a képekre a kendedzőket, a dörgölködzőt a helyére, a csiprokat, és mindennek megtaláltuk a helyét. És nagyon sok mindent átmostam, átöblítettem, és most jó illat van benne, és szívesen jöttem csinálni. Hát sajnos csak ennyit tudunk megmutatni magunkból, egyre fogyunk, az énekkar is, és a beszédünk is már nem beszélik. Én tanítom a gyerekeket újra mesét mondani, a beszédet, mert nagyon fontosnak találom ezeket a dolgokat. Hát a szobát is, igen, igen, tudja a gyerek, hogy honnén jött. Ha nincs is hozzá köze, de legalább lássa meg, hogy milyen népcsoportok vannak Bátaszéken. A Tájház ezután teljes pompájában hirdeti, itt Bátaszéken a kultúrák találkozásának helyszínén a közös értékek fontosságát.